ezt a kurva tabletet is 2-24 hónapos részletre veszem. A kibaszott drónt is 18 havi részletre veszem, semmit, amit igyekszem, semmit nem egyben, és akkor itt most itt ahelyett, hogy te örülnél, hogy van ilyenre lehetőség. Úgy egyébként azt is eldöntöttem most, hogy bár eredetileg egy puska mikrofon terveztem ezen a héten venni a kamerához, azt most egy kicsit elhalasszuk, mert tegnap este ránéztem a számlámra, és egy picit lesokkolt, hogy már negatív irányba 7000 euró alatt vagyok. Ez nálam egy lélektani határ volt, most vagyok a legmélyebben, úgyhogy eldöntöttem, hogy beruházásra addig nem kerül sor, amíg meg nem érkezik az első idei fizetésem. És egyébként ezt az egyenleget csak magamnak köszönhetem, mert ugye ebben a hónapban vettem 200 euróért a rajztáblát, a PlayStation Networkön ismét vásároltam 150 euró fölött. A 9 napos kórházi tartózkodáson díjának a különbözetét azt most utaltam el 90 eurót. És ugye a tömegközlekedési büntetésemet a 65 eurót is ebben a hónapban fizettem be. Meg a melóba is most vettem a fülest. Úgyhogy ilyen apróságokból azért hó végére össze tud gyűlni szép nagyobb összeg. Ebből pedig az a tanulság, hogy mostantól erre is érdemes lenne inkább figyelnem. Másfél hét van a fizuig, és megint elértem egy negatív rekordot, és folyamatosan minden hónapban újabb és újabb negatív rekordok döntök, már pedig ennek valamikor véget kéne szakítani, és érdemes lenne elindulni pozitív irányba, mert hát, hogy jön a tavasz és a jó idő, akkor fogalmam sincs, hogy különben miből vennék bringát, meg miből vennék mondjuk drón a szabadtéri drónozáshoz. Annyira lenulláztam magam anyagilag ezzel a most már 700 000 forinttal, hogy nem igazán tudnék számára egy lakásfoglalót kifizetni, tehát ez már is beszűkíti a lehetőségeket, és olyan állást kell neki találni, ahol a munkaadó biztosítja a szállást is. Hogy ma fölhívott engem az a bank, aki a drónra nyújtja nekem a záróhitelt. Konkrétan bankszámla nyitást akarnak ajánlatni, de szóba került az is, hogy nincs kizárva, egyáltalán nincs kizárva, hogy legyen még egy áruhitelem. Tudjátok, hogy nagyon sokat idegeskedem a régi 7 éves laptopom miatt a VR tesztek közben, megvallom őszintén, az is egy kész rémálom, miközben én megvágom ezt a vlogot. Nagyon lassú ez a 7 éves laptop már nekem. Viszont, hogyha haver kijut ide Németországba, és elkezd nekem törleszgetni, akkor annak a terhére már előre nyugodtan fölvehetek hitelt, úgyhogy ki is néztem egy egész fasz a Razer Blade laptopot, 15 colos, 2 kiló körül van, tehát nem is nehéz, 1070-es videókártya, 512 giga SSD, nagyon fasz a i7-es proci, 4K kijelző, szóval elképzelhető, hogy arra be fogok ruházni. 2900 euró, hogyha 20 havi részletre veszem, akkor minden hónapban 145 eurót kell fizetnem. Mert sajnos kénytelen vagyok itt Brandenburgban mászkálni, amíg a devizás haveromat támogatom, addig egyszerűen nincs pénzem messzebbre utazni. Ami egészen őrületes, mert például most ugye a bankszámlámon úgy vagyok minden korábbinál jobban mínuszban, hogy úgy egyébként többet keresek, mint valaha korábban. Életemben. Számlán 7000-ig, 7000-ig mehettek el, ott 6914, bankkártyákon pedig 2000-ig mehettek el, 1710. Jó, jövő héten kapok fizetést, érted, de egyszer miattad voltam kénytelen tágítani, amikor úgy küldtem el neked a 200 000-et, hogy valójában nem volt rá fedezetem. És ugye többen felvetették, hogy hogyan lehet az, hogy ekkora jövedelem mellett folyamatosan egyre rosszabb anyagi helyzetben vagyok. A devizahiteles havernak, amikor jövő héten még küldök 250 eurót, akkor pont 3000 eurón leszünk. Ja, haverra egy kicsit visszatérve, az, hogy 3000 euróig elmentünk, illetve hát jövő héten el fogjuk érni ezt az összeget, azért nem szomorít el engem, mert az Asus ROG vagy az Acer Triton, azt hiszem jól mondom őket, mind a kettő 3000 euróba kerül, tehát, hogyha 20 havi részletre elhozom őket, mondjuk október elején, akkor lényegében a havernak küldött pénz megspórolt pénznek minősül, mint hogyha a gépre spóroltam volna, mert onnantól át tudja vállalni a törlesztő részleteit. Úgyhogy ami a lényeg, hogyha esetleg egy picit túlmegyünk a 3000 eurón, akkor, mint ahogy eddig úgy vettem, hogy a devizahiteles havernak elküldött pénz gamer laptopra megspórolt pénz, ugyanígy ettől a ponttól kezdve a további küldéseket úgy fogom venni, hogy az HTC Vive Pro VR setre spórolok éppen. Figyelj, én már azzal nagyon boldog lennék, hogyha annyi hirtelen bejönne, hogy azt látnám a bankszámlámban, most ez viccesen hangzik, hogy nulla. Nulla forintom van a bankszámlán! Jaj, de jó! Madarat lehetne már velem fogadni akkor, na. És valaki az előző epizód alapján megjegyezte, hogy lám, annyira nagy szarban vagyok, hogy már csak a devizás haver házeladásában, meg a másik otthoni ügyemben reménykedek, és azért szerencsére ennyire nem rossz a helyzet, mert ha akár mind a kettő szarul jön ki, egyikből sem fut be egyetlen árva forint sem, azt is túl fogom élni. Csak éppen arról van szó, hogy nyilván
A közérzetemnek kicsit jót tenne, hogyha ránézve a bankszámlámra kicsit barátságosabb számokat látnék ott. Úgy egyébként az anyagi helyzetemmel kapcsolatban olvasom, hogy többek szerint nagy balek vagyok, hogy mindenkinek adok, törpapának 200, devizahiteles havernak 1 millió, másik devizásnak 40 ezer, plusz ugye a túlárazott károk, amikor a főbérlők megtalálnak részben megalapozott, részben kamuigényekkel. Amiatt voltam rá ennyire ideges, mert amikor ránézek a bankszámlámra, akkor azt látom, hogy megint igencsak lehetőségeim szélén vagyok, és nyilván őhozzá is sokkal vidámabban és kedvesebben tudnék hozzáállni, hogyha a számlámon jobban állnék. Az a bank, akiktől a drónt leasingelem, megkeresett engem egy személyi kölcsön ajánlattal. Én minden esetre, miután vesztenivalóm nincs, úgy döntöttem, hogy beadok hozzájuk egy 10.000 euró, tehát körülbelül 3 millió forint igénylést. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 3 éven keresztül kicsit kevesebb, mint havi 300-at kell visszatörlesztenem. A bankszámlámon így pozitívba kerülnék, és ezután az lenne a nagy cél, hogy ott is maradjak. Az pedig, hogy van egy 7.000 eurós számlahitelkeretem, meg mellette 2.000 a hitelkártyákon, tehát összesen 3 millió. Az egy biztonsági tartalék lenne. Átgondoltam is, miután ennek a személyi hitelnek a kamatai is sokkal előnyösebbek, most valami 7 vagy 8-at fizetek, míg annak 3 lenne körülbelül, ezért arra beadom az igénylést. Kereshetnék akár 10-szer ennyit is. Jelenlegi fizetésemnek simán el tudnám költeni akár 10-szeresét is játékokra, kiegészítőkre, tehát ennek semmi értelme. Egyszerűen nagyon át kell gondolni, hogy valóban mire van szükségem, és akkor azt tényleg megvenni, de úgy egyébként soha többet nem szabad hagyni, hogy a jaj, de jó lenne érzés mindenféle alaposabb megfontolás nélkül vásárlási döntéshez vezessen engem. Túl sokáig éltem szarul ahhoz, hogy okosan bánjak a pénzzel, de most már tanultam a leckéből, ennyi. A személyi hitellel kapcsolatban pedig végül 12.000 euróra nyújtottam be az igényt, majd a következő epizódban beszámolok róla, hogy megkaptam-e vagy sem. Szükségem is van egyébként a spórolásra, mert novembertől kell törlesztenem a 350 eurót. Most ugye ezen a héten elküldtem havernak, West End Unionnal 300-at, és azt beszéltük meg, hogy nagyjából egy hónap múlva a kiutazáshoz még nagyjából ugyanennyit fogok elküldeni, így leszünk 3600-on, és ahhoz, hogy tényleg novembertől tudjam törleszteni ezt a cuccot, ahhoz azért szükségem lesz arra, hogy ő azért novembertől 2 éven keresztül havi 150 euróval törleszten nekem. Hát gyerekek, arra a hírre értem haza, hogy mindent, amit igényeltem, megkaptam. Tehát ahhoz képest, hogy én tegnap este még azt kalkuláltam, hogy vajon lesz elég pénzem a hó végéig ahhoz, hogy tudjak enni, ma hirtelen megkaptam a 12.000 eurós hitelt, megjött a számlámra, ezt október 15-től kell törlesztenem 3 éven keresztül havi 350-nel, plusz megjött a fizetésem is, tehát hirtelen érkezett több mint 14.300 euró a számlámra, mínusz nagyjából 9000-ről most fölugrottunk hirtelen plusz közel 5500 euróra. Plusz emellett jóvá hagyták az áruhitel igényemet a legújabb Samsung tabletre, tehát holnap már postára lesz adva és megérkezik, hét elején már itt lesz nálam. Viszont ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve nagyon észnél kell lennem. Tehát amikor én Hamburgból elköltöztem 2016 őszén, akkor volt még 3000 euró készpénztartalékom pluszban. Még egy ilyen esélyem, hogy hülye voltam és hiszatom magamat rántani, nem lesz. Szombat este van, és annyi változás van, hogy az a bank, akitől fölvettem a 12.000-et, jelezte nekem egy levélben, hogy ezt szívesen megtoldanák még héttel, tehát elmehetek akár 19.000 euróig változatlan feltételekkel, tehát ugyanennyi futamidő és ugyanennyi kamat. Ezt természetesen nem fogom kihasználni, viszont azon elgondolkodtam, és valószínűleg így lesz, hogy egy 2000-et mégiscsak kérek rá, mert akkor így ez a 3000 euró tartalékom másfélszeresére 4500-re emelkedne, a havi törlesztő az 350 helyett 400 lenne, és maradna még 500-am arra a körülményre, hogy a PlayStation játékokkal kapcsolatban ezt a spórolást az egész évre kivetítve meg lehet tenni, de itt az év utolsó hónapjaiban nem. Hétfőn tényleg megigénylem azt a plusz 2000-et, és akkor lesz tartalékom készpénzben is, meg számlán is, ezt követően pedig november a devizás haver segítségével viszonylag szerintem könnyen fogok tudni törleszteni. A szűkösen is, de ki tudok jönni úgy, hogy a hó végéig ne menjek le mínuszba. Ehhez van még nagyjából, nem tudom mennyi is.
160 euróm, és kevesebb, mint 16 nap a fizetésig, úgyhogy ki tudok ebből most jönni, és akkor mostantól ezt tartani fogom tudni, és mostantól kezdve csak úgy segítek bárkinek, hogyha plusz 5000 euró fölött vagyok annyival, hogy még akár ez is belefér. A lényeg mi lényeg, hogy ugye ott zártuk le, és ott hagytuk abba múlt héten, hogy van a bankszámlámon egy 3000 plusz, és ehhez még szeretnék fölvenni 2000-et, és ezek után pedig a tervem az, nagyon egyszerűen, hogy fölrakok a polcra egy borítékban 3000 készpénzt, a bankszámlámon tartok állandóan 2000-et, és ezek után pedig úgy, hogy ezeknek a megőrzésére ügyelek, megpróbálok spórolni egy gamer laptopra. És ehhez képest az történt, hogy fölhívtam hétfőn este a bankot, hogy na hát akkor élnék ezzel a lehetőséggel, hogy még hozzám akarnak változatlan kondíciók mellett vágni akár 7000-et, mikor tudok bemenni, vagy mikor tudom ezt aláírni, hogyan intézzük, mikor küldik a levelet, és akkor mondják, hogy hát be is kéne menni ezt aláírni, és van egy bank fiókjuk, ahol személyesen be tudok itt Berlinbe menni, mondom, hű, de jó, hát menjünk be. És hát így is lett, bementem kedd reggel, ott is előadtam ugyanezt, és gyanakodnom kellett volna, amikor majdnem kiröhögtek, hogy itt náluk azért ez másként megy, mint az online hitelnél, de végül is azt mondtam, hogy jó, hát beszéljük meg, hogy mi a különbség, meg hogyan. És történt egyrészt, hogy rábeszéltek arra, hogy a régi hamburgi számlámat szüntessen meg, és jöjjek át hozzájuk. Itt több előny van, például ott majdnem 17,5 eurót fizetek havonta díjként, számlavezetési díjként, ez náluk egyáltalán nincs. Akkor további előny, hogy itt azért nem teljesen mindegy, hogy melyik bankfióknak használom a bankautomatáját, az övékével Németország szerte mindegy, és bármelyik bankautomatát ingyenesen használom, és vehetek belőle föl pénzt, meg még Magyarországon is, emellett pedig ugyanúgy tudom használni a netbankot, meg ugyanúgy minden szolgáltatás elérhető, mint az új helyen. Annyi különbség van, hogy most ugye a 7000 helyett, amit kaptam erre a diszpóhitelre, hogy lemeltek akár mínuszba, az most 4004 lett, csak valamint, hogyha le is mennék, akkor sokkal drágább, ott a hamburgi banknál ez kicsit kevesebb, mint 9 euró volt, itt pedig majdnem 13 lenne, de teljesen mindegy, amúgy csak akarom ezt a lehetőséget soha többet felhasználni, soha többet nem megyek le mínuszba, ezt már elhatároztam keményen, és ezt azért tartom, úgyhogy ezt aláírtuk. A másik dolog, hogy a hitelemelése kapcsolatban mondták, hogy na, 5000-et jóvá tudnak hagyni. Mondom, az jó, hát akkor legyen annyi. De akkor ezt úgy kéne csinálni, hogy összevonjuk a eddigi meglévő két hitelemet, a 12000-eset, meg a drónhitelemet, és akkor így ezzel az emeléssel lényegében akkor egyben fizetek mindent, úgyhogy még lenne rá egy munkaképtelenségi biztosítás is, és így a havi törlesztő 350 helyett 545 lenne. Mondom, jaj, de jó, megbeszéltük, aláírtuk, eljöttem, és később a melóhelyen egy ilyen 4:30 körül, vagy talán 5 óra után, amikor ittam egy kávét, kicsit átlapoztam a banki iratokat, és hát majd megbolondultam az idegességtől, mert azt láttam rajta, hogy itt nem jönnek ki a számok, tehát ahelyett, ami az eredeti konstrukció lett volna, hogy a 12000-et úgy kapom 3 évre, hogy az összes költség, meg az összes kamat, az erre az időszakra mindösszesen 650 euró, itt most ennél az új konstrukciónál csak a biztosításra fizetek ennyit, és plusz a kamatokra, amik több mint duplájára emelkednek,
havonta 40 euróval többet, tehát összesen 1950 a kamat a futamidőre. Hát ez, vagyis most lényegében egy ilyen atya úr Isten, egy majdnem 2000-rel több lenne az összes kamater, mint ami eddig volt. Hát azonnal rohadt ideges voltam, hogy ezt én rohadtul nem akarom, azonnal mindent vissza, nem is értem, hogy mi történhetett. Ebből a nagy tanulság az, és mostantól ezt én életem végéig megtartom, hogy mostantól kezdve soha, sehol, semmit nem írok alá, és ti se tegyétek, anélkül, hogy előtte átolvastam volna, mert jó a szövegértelmezési képességem, jó a lényeglátó képességem, nem tart órákig, hogy én ezt bogarásszam, viszont hogyha átfutom, így futólag, hogy egy 5-10 másodpercet töltök egy oldallal, akkor ki tudok szűrni minden baromságot, viszont én ott azon a reggelen, kedd reggel esetettem meg, egyáltalán egy szót nem olvastam el, hanem mindent, hogy aláírtam, és csak este később, úgyhogy teljesen megmondultam, hogy ezt azonnal vissza, és vissza is mentem, csütörtök reggelre kaptam tőlük időpontot, ahol azért kiderült, hogy nem olyan annyira egyszerű a helyzet, hogy teljes egészében visszaállítható lenne a hétfői állapot. Azt mondja, hogy a online hitelem, a 12 000-es, annak a visszaállításával nincs semmi gond. Állítólag, arról papírom nincs, most ezt állítja, akkor én azt úgy elhiszem. Viszont a drónhitelem az eltűnt, azt nem lehet visszaállítani, tehát én azt teljes egészében visszafizettem. Ha most én ezt az új 17 000-es nagyon drága hitelt le akarom mondani, akkor nekem ugye 5 000-et rögtön vissza kell fizetnem. Ugye 3 007 van az új bankszámlámon. És én úgy gondoltam, hogy oda 5 000 érkezik, és plusz a drónhitel, és akkor ki is jött volna, hogy nagyjából, hogy jó, akkor megkaptam azokat a kondíciókat, amiket akartam, és hát most a drónhitel kamatos lett a üzé helyett, a ingyenes helyett, úgyhogy azt én túlélem. De ugye ehhez képest kiderült, hogy mondom, nem 5 000-et kaptam az új számlára, hanem 3 007-et, amiből maguknak a drón áruhitelemnek a fennmaradó majdnem 1300 részét azt rögtön levonták, úgyhogy az megszűnt, és akkor most abban maradtunk lényegében, hogy a hamburgi számlámról, abból a 3 000-ből, ami még ott van, utaljak át az új számlára 3 000-et, ott lesz akkor összesen 5 000, és akkor abból ezt a új hitelemet föl tudják mondani, és visszaállítható lesz az eredeti 12 000, ahogy volt. Most akkor én ezt meg is tettem, úgyhogy valószínűleg ez most a jövő hét elején megtörténik. Úgyhogy marad az a kondíció mindenféle ilyen hülye biztosítás, meg hasonló marhaságok nélkül. És most lényegében, miközben azért is van ez most mögöttem, mert éppen tegnap előtt este nézegettem, hogy volt egy ilyen akció a Saturnnál, hogy most 3 napon keresztül minden 20%-kal olcsóbb, de úgy minden, ami raktáron van éppen, és arra lecsaptam, mert akkor azt mondtam, hogy most akkor a maradék pénzbe ez most pont kijön, és le tudok csapni rá egy gamer laptopra, ami mondom a listáron a Saturnban is, meg a MediaMarktban is 2100 euró, itt akkor így most ezzel a ezzel a árengedménnyel el tudtam hozni 1750-ért, úgy, hogy még vettem hozzá 60 helyett egy 40 euróért egy egyéves Office 365 előfizetést. Hát kipróbáljuk, legfeljebb nem tetszik, semmi probléma itt ezzel nincs. Szerintem fogom tudni használni a tabletnek ki a képességeit, vagy lehet, hogy nem. Ha nem, akkor meg hagyom a francba, most ki van fizetve egy évig, kipróbálom. Úgyhogy összesen kevesebb, mint 1800-at fizettem a 2100 eurós laptopra, plusz a 60 eurós Office előfizetésre, ami nem olyan rossz. És még így is, és azért mondom, hogy így a végére az jön ki, hogy nem feltétlenül rosszabb a helyzet, mint ahogy volt, mert
lényegében még mindig pluszban vagyok. Tehát egyáltalán nem mentem le mínuszba újra, tehát így a hó végéig is, fizetésig is ki fogom tudni úgy húzni, hogy nem megyek le egyáltalán mínuszba, tehát van értelme spórolni. Emellett vissza van fizetve teljes egészében a drónhitelem, amit még jövő októberig, novemberig kellett volna a havi 93 euróval törlesztenem. Emellett nincs továbbiakban számlavezetési díja, lesz gamer laptopom, folyamatosan 1000 euróval több a bevételem, mint a kiadásom, és ennyivel azért tudok gazdálkodni, ez megmarad, és szerintem éppen ezért nem is veszek föl még egyszer több áruhitelt, mert ezt az állapotot most meg tudom őrizni, és mondom, ja még úgy is, úgy jön ki ez az 1000 euró, hogy 31 napos hónapokkal számolva napi 11 eurót számolok kajára, úgyhogy az ember azért odafigyel, ebből a 11 euróból kijön, tehát 336 számolok, 330 eurót havonta kajára. Úgyhogy most ez a terv, na, hát akkor ez voltam. Ma reggel ránéztem az új számlámra, és még mindig ott van az 5000 euró, aminek ugye el kellene onnan tűnnie. A dokumentum, amit múlt csütörtökön aláírtam, az nagyon röviden arról szól, hogy kérem az új hitelemnek a felmondását, kérem a régi online hitelemnek a visszaállítását, és kérem, hogy ezt a megbízásomat akkor teljesítsék, amikor pluszban 5000 eurónyi egyenleget biztosítok a számlán. Már 6 napja számlán ott van az a pénz, és nem akarom, hogy ott legyen. Vegyék vissza az uzsora marhasságukat azonnal. Mert nem hiába voltam a múlt héten ideges, az, amit aláírattak velem, lényegében arról szólt, hogy 30%-kal több pénzért 300%-kal többet kell visszafizetnem a futamidő alatt. Na most egy ilyen ajánlatra nem egy német banktól számítana az ember, hanem a cigánysoron, amikor a kopasz bodzás kiszáll a merciből. Tőle számítana az ember ilyen ajánlatra. Úgyhogy akkor leszek igazán nyugodt, hogyha ez eltűnik, mert igaz ugyan, hogy csak novembertől kellene törleszteni, de attól kezdve kellene. Én eldöntöttem, hogy 350 eurónál nem akarok havonta többet törleszteni a hülyeségükre. Annyit igen, annál többet nem. A bankos dolog az viszont még nincs elintézve, tehát továbbra is ott látom a számlán azt az 5000 eurót. Magánál a banknál egyébként továbbra is azt láttam, ott van még az 5000, és érkezett tegnap előtt még két új papír arról, Atya Úristen, hogy visszaigazolják az életbiztosításomat, és gratulálnak, jól döntöttem. Ez ugye arról szól, hogy ha lebetegszem vagy meghalok, akkor a biztosító fizeti helyettem a hitelt, de hát én ezt sem akarom. Mert ez is agyrém, mert még ezt is kamatoztatják. Úgy néz ki az a szaros szerződés, hogy van a 17 ezer, van rá a 650 euró biztosítás, és akkor ezt a kettőt, ezt a 17600-at, ezt kamatoztatják. Ami azért, valljuk be, agyrém. Úgyhogy akarom szépen vissza a régit. De ha még holnap reggel is ott látom azt a szaros 5000-üket a számlán, és nem viszik el, akkor azért rájuk telefonálok, hogy mi a franc van már. Nem akarom. Vigyék a forró uzsora pénzüket a picsába. A bankot pedig időközben fölhívtam, hogy egyre jobban irritál engem a szaros uzsora cuccok a számlámon, és már egy hete ott pihen, azaz 5000, úgyhogy legyenek olyan kedvesek most már, és nyugtassák meg a lelkemet azzal, hogy elviszik a picsába. Most ha ezzel szívózni fognak, akkor azt fogom mondani, hogy bocs, nem kell a számlátok, se mégse, és emellett egy pert indítok ellenük, tehát ez azért elfogadhatatlan. Kérem vissza az olcsó 12 ezeret, az tetszett nekem nagyon. Már nagyon ideges voltam, óránként fölnéztem meló közben a bankszámlámra, hogy eltűnik-e végre az a kurva 5000 euró onnan, és hogy visszaállítják az eredeti barátságos hitelemet. Ez nagyjából délután 1:30 körül meg is történt, úgyhogy megnyugodtam. Úgy egyébként, ahogy nézem, ez a 3%-os hitel sem annyira jutányos. Vannak ennél sokkal jobb ajánlatok is. Ha veszek is karácsony környékén, vagy a szülinapom környékén PC-s profi VR szettet, akkor azt áruhitelre fogom tenni majd, nem pedig megspórolt pénzből, mert
vannak költségei mégis. Tehát most megpróbálok úgy spórolni, meg úgy gazdálkodni, hogy legkésőbb december végén úgy legyek a fizetésnap előtt, hogy pluszba vagyok, és akkor ezt jövőre tényleg megpróbálom átartani. És ugye ehhez képest ugye elmentem a mínusz 9000-ig, amit még egyszer nem fogok megtenni. Minden rendben van abban a szempontból, hogyha beleszámolom az összes kiadásomat. Mondom úgy, hogy ettől a hónaptól kezdve már a fölött 12 000-es hitelemet havi 350-nel törlesztem. Valamint alapul veszem azt a körülbelül 1000 euró tartozást, ami a hitelkártyáimon van, ennek ugye nagyjából felét a devizás havernak adtam. Akkor is az jön ki, hogyha megelégszem most két hónapig azzal, hogy spórolok, egy kicsit lemondok minden felesleges dologról. A Red Dead Redemption 2 meg a Battlefield 5-ön kívül. Akkor is pont kijön a most október végi meg a november végi fizetésemből, hogy a decemberi fizetésem előtti utolsó napon ne legyek mínuszba. Mármint természetesen ezt úgy értem, hogyha a fölvett 12 000-es hitelemet nem tartozásnak, hanem havi rendszeres kiadásnak tekintem. Egyszer eljövök szaunázni, ugye most azért nem látogatok szaunákat, azért nem veszek kütyüket, azért nem veszek nagyon játékokat sem mi egymás, mert miután fölvettem a 12 000 személyi hitelt, már megint mínusz 600-al zártam a hónapot, így november végén, miután nem voltam képes nemet mondani senkinek, és ez akkora hatalmas bajba sodort engem, hogy még ilyen jövedelem mellett is kénytelen voltam egy 4 millió forint körüli összegű személyi hitelt fölvenni, hogy egyáltalán egyenesbe legyek. Most nem hiába spórolok, mert mint ahogy mondtam, még ezután is mínuszban vagyok a számlán, ami nem állapot, tehát azt mondom, hogy oké, ezt a 12 000 eurót mostantól kezdve folyamatosan törleszgettem, 3 éven keresztül havi 350 euróval, viszont ezzel együtt most már mindenképpen egyenesben kell lennem havonta, tehát pontosan annyit szabad csak költenem, mint amennyit keresek. A bankomnál a tök felesleges hitelkártya biztosításokat még nem mondtam le, megnéztem és eléggé körülményes velük időpontot egyeztetni személyes ügyintézés. Délelőtt 11-12 környékén van, már pedig én csak miattuk nem akarok egy fél napot hiányozni a melóból, úgyhogy az egyszerűbb utat fogom választani, még ma este szépen megírom a felmondó levelet ezekre a biztosításokra, elküldöm nekik postán, és akkor ez a legegyszerűbb módja ennek az egésznek. Mert ugye többen kérdezték tőlem, hogy miként jöhetett össze az, hogy nekem most november végén már megint mínusz 600 az egyenlegem. Na most ugye az történt, mint ahogy ezt nektek már elmeséltem, hogy az elmúlt több mint két évben nem mondtam senkinek se nemet, aki segítségül fordult hozzám, annak ellenére sem, hogy amikor elkezdtek hozzám segítségül fordulni, már akkor is mínuszban voltam, és én ugye abból indultam ki, hogyha ők tisztában vannak azzal, hogy annak a terhére tudok csak segíteni nekik, hogy újabb és újabb hiteleket veszek föl a hitelkártyáim terhére, akkor ezt figyelembe fogják venni, és méltányolni fogják olyan módon, hogy igyekeznek engem a saját maguk által okozott bajból minél hamarabb kihúzni, minél inkább iparkodni, a nekem való minél hamarabb törlesztés reményében, és ugye ezt a fajta szolidaritást kevésbé tapasztaltam. Így pedig folyamatosan lecsúsztam a számlahitelemen 7000-ig, plusz a hitelkártyámon 2000-ig, tehát összesen 9000 euróig, aminek ugye fele a devizás haver, 4500, kicsivel több mint 3000, itt a szoba felszerelésében okozott károm, hogy nem figyeltem oda bizonyos dolgokra, és ugye kicsivel kevesebb, mint 1500 euró volt azoknak a PlayStation játékoknak az ára, amiket kedvezményes időszakokban megvásároltam, és máig nem indítottam el őket. Na szóval ez volt 9000 euró, a maradék 3000, ami elment a 12-ből, az az volt, hogy egyrészt teljes egészében kifizettem a drónomat, ezt ugye kénytelen voltam, mert itt volt a banki hitelváltással egy kis probléma, és akkor arra az áruhitelem elúszott, de nem gond, mert így legalább ugye hitelképes vagyok egy HTC Vive-ra januárban, valamint a gamer laptopomat, ezt a 1070 GTX-es faszakis cuccot 512 SSD-vel, szintén csak egybe tudtam megvenni, mert amikor volt erre a leértékelés, akkor arra nem lehetett áruhitelt választani, úgyhogy lényegében a maradék 3000, a 9000-en fölül a drónra, meg erre a gépre ment el, és így úszott el ez a 12 000. Mínusz 600-ban még úgy voltam november végén, hogy valójában már október végére összejött egy körülbelül 1002-es mínusz, mert ugye egyben odaadtam 400-at a devizás havernak, mi egymás, meg ugye itt a drónnál, meg a gépnél csak hozzávetőleges összegeket mondtam, valójában ez pár száz euróval több volt. Na most ezt a körülbelül 1002-es hátralékot dolgoztam le november végére 600-ra, és ez lesz a karácsony előtti utolsó munkanapomig, hogyha addig spórolok nulla, és akkor mondom, onnantól kezdve próbálok mindenképpen úgy gazdálkodni,
hogy soha többet nem menjek le nulla alá. És mindent megpróbálok ilyen módon elrendezni, az a célom és az az eltökélt szándékom, hogy mint ahogy azt is befejeztem, hogy arról meséljek nektek, hogy miként alakul a munkám, meg a munkahelyi dolgaim, ugyanígy az anyagi helyzetemről való mesét is befejezzem az idei évaddal, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy még a szilveszteri buli előtt röviden elmondom, hogy mi a helyzet, és akkor utána soha többé nem fog szóba kerülni a vlogban, mert túl személyes és túl sokat árultam el, nincs még egy olyan ember, aki hétről hétre teljes őszintességgel és teljes részletességgel beszámolna arról a nézőinek, hogy hogyan áll anyagilag. Szóval ennek így semmi értelme, úgyhogy januártól kezdve, hogy miként alakul az én anyagi helyzetem, megmarad az én saját személyes titkomnak. Kedd reggel! Gyanakodnom kellett volna, amikor majdnem kiröhögtek, hogy jó, hát beszéljük meg, hogy mi a különbség, meg hogyan. Itt nem jönnek ki a számok. Ez, vagyis most lényegében egy ilyen Atya, Úr, Isten. Úgyhogy most ez a terv, na, hát akkor ez voltam.